A 7100 Városod Egyesület tavaly télen hirdette meg fotópályázatát, hogy amatőr és profi fényképészek lencséiken keresztül egyedi látásmóddal mutassák be Szekszárd természeti és épített örökségét, az itt élők ünnepeit és mindennapjait, mindazt, amire büszkék lehetünk Tolna vármegye székhelyén, mondta el a szervezet elnöke. A 7100 a Városod Egyesület már évek óta jó szívvel áll, jótékony, karitatív kezdeményezések mellé mögé. Több rendezvény kapcsán működtünk együtt a tavalyi évben is különböző szervezetekkel. Együtt működtünk a Babics Kulturális Központtal is, tudván azt, hogy nehéz gazdasági helyzetben volt a város, illetve az intézmény. Mi pályázat kapcsán jutottunk forrásokhoz, ezáltal pedig úgy éreztük, hogy kötelességünk, hogy támogassunk városi rendezvényeket is közvetett módon. Így a szüreti napokat sikerült ott például a Human Brass Band koncertjét tudtuk támogatni. Tartottunk tréninget fiataloknak is, Manhaldóra tréner vezetésével teljesen térítésmentesen jöhettek, illetve Mikulás futást szervezett szintén a Babics Kulturális Központ, illetve a Mikulás ünnepséget is meg tudtuk finanszírozni, ott a Hangszerelem stúdiónak a koncertjét. A mai eseményünk az pedig a Szekszárd Mindenkor fotópályázat kapcsán volt. Eredményt hirdethettünk két kategóriában, táj és épített, illetve természet kategóriában. 3-3 nyertest tudtunk díjazni. A természet és táj kategóriában Pálffy Leila nyert, második lett Király Péter, a harmadik helyen pedig Retkes Tamás végzett. Az épített és tárgyi örökség kategóriában Ruip Gergő nyert, Homoki Nikolett és Makovics Kornél előtt, aki a villámokkal megvilágított Mausz kápolnával érdemelt ki elismerést. Láttam a Facebookon, hogy lehet pályázni, és hogy szexádi képekkel. Hát én szexádon fotózok, úgyhogy rengeteg szexádi képen van. Választottam egy viszonylag nehéz témát, ez a Mausz kápolnára esett a választás. Nagyon szép egyébként a környezet, meg maga a kápolna. Ez azért nehéz, mert mindenki fotózza a kápolnát, mert szép helyen van, szép környezetben, nagyon sok ember megfotózza külön mindenféle formában. És én egy viharba kimentem és megfotóztam úgy, hogy a villámos képek lettek, vagy hát villám lett a háttér. A fotó egyébként hosszú záridővel, állvánnyal készült egy szeptemberi viharos napon, és azért, hogy a kápolna jól látszódjon, az alkotó egy erős zseblámpával világította meg az épületet.